A veszélyhelyzet megszüntetésétől mindenki fellélegzett, de nem szabad elfelejteni, hogy világjárvány van. A járvány még nem csengett le. A külföldi nyaralásokkal nőhet annak a veszélye, hogy a betegség újabb hulláma éri el hazánkat, hiszen a probléma mindig abból adódik, hogy a különböző járvánnyal érintett területekről érkezett emberek találkoznak. Ekkor óhatatlanul is kicserélődnek a kórokozók az emberek között, vagyis azt mondhatjuk, hogy bármi, bárhonnan, bármikor, bárhova behozható, mondta Szűcs Mária orvosigazgató. Az, aki külföldre megy most nyaralni, mindenképpen javaslom, hogy tekintse meg a célországnak a járványügyi helyzetét. Remek honlapok vannak, ahonnan nagyon egyszerűen, könnyen térképes megoldásból lehet tájékozódni, tehát nyelvismeret nélkül is nagyon értékes információkhoz lehet jutni. Pillanatnyilag nincs egy olyan ország sem, ahova tilos lenne belépni, de a karanténszabályok napról napra változnak, így érdemes folyamatosan figyelni ezeket annak, aki külföldre tervezi a nyaralást. Egy a biztos, Magyarországon nagyon jó a járványügyi helyzet, ezt látjuk az adatokból, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hazánk tájait fedezze fel, itthon nyaraljon biztonságba, úgy, hogy az egészségére is tud vigyázni, megőrzi és felfrissülve fog hazaérni. Azzal, hogy a veszélyhelyzetet feloldották, a veszélyeztetettség nem csökkent a nullára, tehát azok a korlátozások, amiket annak idején bevezettek, távolságtartás, maszkviselés és a csoportosulás elkerülése változatlanul fennállnak. Nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy betartsuk ezeket. Ezen kívül nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy a készhigiéniának milyen óriási szerepe van a fertőzés visszaszorításában, mondta Szűcs Mária orvosigazgató.